Hamarosan Gigaposter is hirdetheti Villánynyugati kapujánál, hogy jeles borász pincészetéhez érkezett az utazó, ugyanis Günczer Tamás lett az év borásza, derült ki pár hete a Magyar Borakadémia év bortermelője Magyarországon 2023 választás eredményhirdetésén. 24 év után nyert el ismét egy villányi borász a kimagasló díjat. Günczer Tamás családja 75 hektáron termel szőlőt, melyről évente 5000 hektoliter bort készítenek. Egy igazi családi vállalkozás az övék, ahol mindenki megtalálta már a számára idilli munkát. Günczer Tamás pincészete számos országba exportál kiváló portékát, legkiemelkedőbb boraik között a Bocor Grandior Merlot, a Mátyás küvét, az Ördögárok Merlot, a Bocor Chardonnayt és a Bocor küvét sorolják. A borászat számos hazai és nemzetközi borversenyen szerepelt már nagyszerű eredménnyel. Szerintem minden borásznak az álma az, hogy egyszer az év bortermelője legyen. Én nekem ez már régi nagy álmom volt, és most végre valóra vált. Hát nagyon örülök neki, hogy már negyedszer jelöltek, és minden egyes alkalommal, amikor jelöltek erre a díjra, az mindig nagyon jó eső érzés volt, mert olyankor erről az öt borászról szól a fáma abba az időszakban, és ez nagyon-nagyon jó. Hát azt tudom mondani, hogy megerősített abba, hogy jól óra tettem. Tehát, hogy amit elkezdtem annó 91-be egy kis szőlővel, hogy azt sikerült egy olyan szintre fölemelnem, amit a szakma ebben jutalmazott. Úgyhogy hihetetlenül boldog vagyok. Amikor kiderült december 6-án, hogy én lettem az év bortermelője, már ott is a mondókámban elmondtam, hogy hihetetlenül köszönöm ezt a szüleimnek, édesapámnak, mert ha ő nem indít el 1991-ben az első kis szőlőültetvénnyel, akkor ma ez nem történik meg. És párhuzamosan örököltem egy kis pincét a nagyszüleimtől Palkonyán, tehát, és akkor is mondtam, hogy az első utam az édesapámhoz vezet, és így is volt. Tehát átvettem a díjat, kicsit meg is hatódtam, amikor átvettem, és mondtam is, hogy első utam édesapámhoz vezet, és így is volt, és ő hozzá mentem. És aminek nagyon örülök, hogy remélem ott lesz a díjátadómon is, és ott is meg fogom említeni több száz ember előtt, és remélem, hogy büszke lesz rám. Én vagyok most a 33. év bortermelője, tehát ez azt jelenti, hogy 33 éve adják a díjat, és ugye mindjárt a legelső villányi volt, az Tifán Ede volt, és utána az első 10 évben 4 villányi is bekerült a körbe. És azóta ugye nagy szünet volt. Hát meg is előzött a szekszárdi borvidék. Tehát ott, ha jól tudom, ott 5 év bortermelője van, de most x-eltünk, most itt is 5 van. Van egy fiatalabb középkorosztály, ahol igenis kezdenek szépen kifejlődni erős pincészetek, és hát ugye mindenképpen tehát villánynak tartania kell ezt a színvonalat, ez közös érdekünk. Tehát én úgy gondolom, hogy szerintem nem irigyek rám a nagy négyesek, akik ugye előttem voltak év bortermelői, mert úgy gondolom, hogy én most megint egy kicsit hozom villányhoz, egy kicsit a figyelmet fölhívom villányra, és ez valamennyinknek a közös érdeke. Tehát túl azon, hogy nekem egy nagy siker, meg remélhetőleg nekem is ebből pozitív eredményeim lesznek, én úgy gondolom, ez villánynak is nagyon jó lesz, és bárhova megyek, én mindenhol mind villányi leszek, és hangsúlyozni fogom, hogy villány. Két gyermekem van, és mind a két gyermekem szervesen, aktívan belefolyik a munkálatokba. A feleségem, ő mindenes. Ő a vendéglátásért felel, és a könyvelésbe is belefolyik, és gyakorlatilag mindenbe. A lányom az abszolút a marketing részével, hogy mi hogy történjen. Most is például azon dolgozik, hogy a Grandior milyen rendezvények. Az egyik legnagyobb dolog, hogy nekem ilyen erőm van, az a fiam, mert ő már 8. éve a főborásza a pincészetnek. Tehát ezek a borok, amivel én jelen pillanatban sikereket érek el, az mind a fiamnak a műve. És annyira örülök, hogy ő benne van, és ugye ez ad egy óriási erőt, mert ha nem volna itt mögöttem, hanem csak az alkalmazottak, biztos vagyok benne, hogy bennem is a lendület az felekkora lenne.
jó ismerősöm, újságíró barátom, Dusztus Imre szokta mondani, hogy sok hangszeren játszik egy jó borász. Tehát az azt jelenti, hogy tudjon szép reduktív bort készíteni, ami nagyon populáris és nagyon kedvelt, tudjon mindennapok borait készíteni, és tudjon nagyon nagy testű vörösbort is készíteni, vagy nagy testű fehéret, amivel nemzetközi meg országos borversenyeken jól szerepel. Na most úgy érzem, hogy nálunk minden megtalálható. Én személy szerint nagyon szeretem a fehérborokat, és most nyitunk nagyon a fehérborok felé, mert egyre több a fehérborok iránt az igény. Ezt meg kell valljuk, annak ellenére, hogy a Villány vörösboros borvidék, de ettől függetlenül ugye van nekünk egy Harkány-siklósi részünk, ahol a világéletben is mindig fehér szőlők teremtek. Tehát ha most erre van igény, akkor erre kell ráállni, és ezt magam is ezt vallom. Most például az utóbbi években csak fehér szőlőket telepítünk, és jobban terjeszkedünk a siklósi borvidéken. Nekünk 80 hektáron gazdálkodunk, ez 40 különböző helyszínen van szőlőnk, tehát ahol tudok vásárolni, egy kicsit ott vásárolunk, és bizony elég sok területünk van a Harkányi részen is, vagy a Siklósi részen. Hát sokat kell menni, 25 kilométeres körzetben vannak a szőlőink, de megvan ennek is az előnye, mert ha néha, hogy Isten, elveri a jég a Villány alsó részét, a másik részen valami megmarad. Tehát azért az előnye is megvan ennek a dolognak. Tehát visszatérve a fajtákra, fontosnak tartom a könnyű fehér borokat, ami most nagyon divatos. Nagyon divatos például az írsai olivér. Nekünk az is van. Szeretem is ezt a fajtát, készítjük önállóan is. Igenis, lehet, hogy nem túl sok van a Villányi borvidéken, de ha ezt szeretik ezt a fajtát és kedvelik, akkor miért ne készítjük? A főcsapásunk az a rozé. Egy kicsit talán csökken a rozébor fogyasztás, de a mi pincészetünknél, lekopogom, még mindig tart a plató. Tehát minden évben hasonló mennyiséget készítünk, és minden évben elfogy. És én próbálok egy olyan rozét, egy trendi rozét, igenis egy kicsit illatosat, egy nagyon szép pinkes színnel, tehát egy, ami esztétikai szempontból is kiváló, és egy trendi rozé. De ugyanakkor nagyon bőséges a kínálatunk a klasszik vörösborokból. Tehát a szinte az összes borvidéken lévő fajták megtalálhatók nálunk könnyű gyümölcsös borként. De ami talán a legnagyobb, meg amire a legbüszkébbek vagyunk, azok a prémium vörösborok. Tehát több dűlő szelektált borunk van, az egyik ilyen például a bocordűlő, ott 16 hektárunk van, ott kizárólag dűlő szelektált prémium vörös és fehér borok vannak. Például van egy nagyon magasra tartott, vagy magas minőségű sárdonénk, ami egy kis terméskorlátozott, de kis hordós sárdonénk, ami szintén fontosnak tartom. És hát ugye ezek a borok azok, amiket hosszan barikhordóba érlelünk, és ezekkel járunk külföldi borversenyekre, és ezekkel érjük el a nemzetközi sikereket. Maga a népszerűségünk itt indult el a pince soron. Tehát az, hogy mi 1999 óta üzemeltetjük a történelmi pince soron a vendéglátó egységünket, nem én voltam az első, a második. Az első a Szende pince volt. Aztán az ő példáját látván én is átalakítottam a pincét, amit nagyon köszönök, hogy apósomtól kaptuk. Tehát ő több napot nem aludt, hogy most mire, mondtam neki, mondom, papa, hadd áruljam itt a boraimat, ő ott készített bort. És mondom, hadd áruljam, egy kis sarkot adjál nekem. És akkor addig-addig aludt egyet, kivonult, a háznál ott csinált egy kisebb pincét, ott dolgozta föl, és tudod mit? Legyen a tiétek. És ott kezdtünk el vendéglátással foglalkozni, és emlékszem, hogy ott ültem a kedves vendégek, ketten jöttek, kértek egy csülköt, kemencét, begyújtottuk, ott voltunk velük végig a feleségemmel, tehát minden vendég úgy meg volt becsülve, és ott kezdett szép lassan a népszerűségünk egy kicsit, kezdett ismerté lenni, ami a mai napig, tehát ugye mára a teljes pince soron, ugye mindegyik pincében szinte vendéglátás van. Hála Isten, örülünk neki, mert biztos, hogy van egy olyan hely, ahol a vendég le tud ülni, és ugye ez egy nagyon jó bejáratott hely, most ahol vagyunk, ez a Grandior Bistro, ez tavaly nyílott. Itt még tovább szeretném ezt a vendéglátást, tehát ez most az idei főterv, hogy
egy még sokkal színvonalasabb vendéglátás. Ott ugye van egy sajátos stílus, van, aki azt szereti, tehát ott ugye beülünk a kemence mellé, a padra, és akkor az is nagyon szép, de itt egy exkluzívabb környezetben, borvacsorákkal, megfelelő ételekkel, rendezvényekkel, tehát most az a fő célom, hogy még több vendéget ide csaljak, és egy kicsit a másik oldalamat is megmutassam. Aki ide születik, az úgy gondolom, annak egy óriási szerencséje van. És ami érdekes, hogy mindenkinek a más szakmája van. Például mondjuk ez korábbi időszakra érvényes. Más-más szakmákból indultunk. És valahol mindenkiből borász lesz. Tehát előbb-utóbb. Tehát ez egy olyan adottság, egy olyan Isten adottság, hogy ezt ebben élni kell. És ami másik, egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy a villányi borászcsapat egy nagyon jól összetartó erő. Tehát én nem győzök hálát adni azért is, hogy én most az év bortermelője vagyok, erre szükség volt, hogy összefogjon a villányi borász csapat. És engem támogattak, és nem győzöm megköszönni nekik. Egyébként csak egy példa, hogy milyen jó a kapcsolat a borászok között. Két hete jöttünk haza, együtt voltunk síelni most Lengyelországba, eddig Ausztriába jártunk, Lengyelországba, és még a szabadidőnket is együtt töltjük. Mindenkor alkalmazkodni a fogyasztói kívánalmakhoz, szól Günczer Tamás mottója. Ehhez igazodva a pincészet közeli terveiben egy panzió, valamint egy 200 fő befogadására alkalmas rendezvényhelyszín építése is szerepel. További sok sikert Günczer Tamásnak, töretlenül folytatódjon az eddigi sikertörténet.